Több mint 100 éves ez a fősővárosi kör idén. 80-100 fő a családok száma, illetve büszkén mondhatom, van egy 900 fős Facebookos csoportunk is, környező családokból. Célunk Isten igazából hagyományaink megőrzése, fiatalok támogatása, idősek támogatása, a borkultúra megismertetése, és egyáltalán arra késztetni a mai fiatalságot, hogy tovább vigyék ezt a lángot. Nem csak az a fontos, hogy mi most csináljuk és vigyük a dolgot, hanem az is, hogy majd egy 20-30 év múlva tovább tudjuk adni valakiknek, és lássanak ebbe fantáziát, szépséget. Az első búcsúval indítottunk, majd télen leültünk, hogy ez mégis kellene egy éves program. Ekkor kapcsolódott be, talán még Pálos Miki tagunk dobta fel a történetet, hogy Kiszebába tégessünk. Február tájéken szokott lenni, ugye a kisovisok kézen fogva körbe éneklik ezt a Kiszebábot, mindenki belerakja a kis üzenetét, a kis kártyáját, amivel el szeretné felejteni búját, baját, és meggyújtjuk ezt a Kiszebábot. Nagyon szívet melengető, amikor látjuk ott az önfelett futkározását a gyerekeknek, a kovisoknak, hogy mennyire jól érzik magukat kiszabadulva. Nem egy személybe köszönöm, hanem a többség nevében, a közösségünk, a fősővárosi kör nevébe szeretném megköszönni, hiszen nem egy emberről szól ez a dolog, történet. Rengeteg család, rengeteg barát, rengeteg támogató, segítő van, akik részt vesznek a közös munkákba, szinte azt mondom, napi szinten.